Köszöntöm Önöket, a fogadórát látják. A mai adásban Rákoskert kerületrész 2023-ban megvalósult legfontosabb fejlesztéseit, beruházásait és eseményeit fogom újból felidézni vendégemmel. Üdvözlöm a stúdióban a kerületrész önkormányzati képviselőjét, Hatvani Zoltánt. Jó napot kívánok, köszöntöm a rákoskertieket, szárazhegyieket is. Azt nyugodtan kijelenthetjük őre is, hogy a legaktívabb képviselők közé tartozik, így ez a év visszatekintő csak tulajdonképpen egy margója, egy minimális része lesz annak, ám mégiscsak a legfontosabbat kiválasztva, amelyek 2023-ban megvalósultak a körzetében. Amivel pedig szeretném kezdeni beszélgetésünket, utak, útátadások, aszfalt, szőnyegezés, hogy így fogalmazzak, mert egy jó pár Rákoskerti utca érintett volt ebben 2023-ban. Melyek voltak ezek? 2023-ban hál' Isten szerencsére sikerült megcsinálni a Pásztorfalva utcát, a elejétől a végig, a Zrínyi utcáig, az én körzetem odáig tart. Polgármester úr külön figyelt az Andrásfa utcára, régóta kértem, egy hosszú szakasza maradt ki évekkel ezelőtt az aszfaltozásból, Sáránd utca és a Bodonyi utca között, elkészült egy pici utcánk a Torzsa utca, ma már lassan járhatatlan volt, és az egyik utca, ahol nagyon sok lakó évek óta kérte a megoldást, az út minőségének a javítását, a Borzavár. Úgyhogy ezt is megcsináltuk. Én remélem, hogy nem csak ön, mint szerkesztő érzi azt, hogy aktív vagyok, vagy sokat nyüzsgök a körzetben, hanem a lakók is. Valóban az útépítés, útjavítás terén volt sok elmaradás Rákoskerten. 23-ban, 22-ben ennek a nagy részét sikerült pótolnunk, de hát vannak még terveink 24-re is. Vannak még tervek, viszont ugye nem csak útjavítás valósult meg, hanem kátyúzás is jó pár utcában. Itt összességében 10 utcáról beszélünk? Igen, összességében 10 utca, és itt kell megemlítenem az elsőt, a Dalnok utcát, ahol én lakom, mert a Dalnok utcaiak mindig azt mondják, hogy mivel én ott lakom, ott soha nem lesz aszfalt. Valóban én azt ígértem 2006-ban, amikor először képviselő lettem, hogy az utolsó utca, ahol hordót szeretnék gurítani, ami elkészült, az a saját utcám legyen. Tehát nem lenne ildomos most a saját utcámmal kezdeni az aszfaltozást, viszont a kátyúzásban a jogos kéréseket mindig próbáljuk orvosolni, úgyhogy kátyúztuk idén is a Dalnok utcát, ahogy az elmúlt években is többször. A Bögöte utcában volt kátyúzás, a Tiszanána, a Tiszaörs utcában, a Pásztortűz utcában, és itt még föl lehetne sorolni jó pár utcát a Szárazhegyi oldalról is. Szárazhegy úton is a 90-es szám előtt volt kátyúzás, a Szárazhegy-Szigetcsép utcát összekötő rövid utcákban is próbáltuk valamelyest javítani a közlekedés feltételeit. Ez mindig csak egy időszakos megoldás, de lehet, hogy 24-ben ezekre az utcákra is sor fog kerülni. Ott is a Nyomdok utcának a végét, az Ököl utcának egy részét mindenféleképp javítani kellene. Remélem, erre is sor kerül. A jó minőségű utcák, utaknál viszont fontos, hogy az autók a megfelelő sebességgel is haladjanak. Ugye erre segítettek azok a bizonyos forgalomcsillapító küszöbök, amelyek telepítve lettek. Mely utcák voltak ebben érintettek? Leginkább a Szigetcsép utcát érintette ez a forgalomlassítás, és még annó 4 évvel ezelőtt nagyon sok kérést, megkeresést kaptam az Aknász utcából, úgyhogy ez a két utca lett úgymond forgalom technikailag most átnézve, BKK-val, Budapest közúttal leegyeztetve, helyieket megkérdezve, hiszen indítottam egy kis vélemény bekérő népszavazásszerűséget Szárazhegyen és Rákoskert érintett utcáiban. Körülbelül 350 családot kérdeztem meg a kerti levél és a Facebook segítségével, hogy mondják meg, szeretnének-e olyan utcában élni, ahol forgalomlassítás is van, és nem csak a Virágláda, ami már 10 éve van, hanem forgalomlassító küszöb, magyarul fekvő rendőr is. Körülbelül 80 család vette a fáradtságot és foglalkozott ezzel a kérdéssel és mondta el a véleményét, hát közel 75% azt kérte, hogy legyen forgalomlassítás, úgyhogy megint Bakos András alpolgármester, polgármester, Horváth Tamás polgármester úrhoz vezetett az utam, a terveket ilyenkor nekünk kellett elkészíteni, ezt beküldtük a BKK-nak, Budapest közútnak, viszonylag hosszabb ideig tartott most az elbírálás, a tervek leellenőrzése, 1 évet vártunk, de tavaly nyár végén, ha jól emlékszem, szeptember környékén megkaptuk az engedélyeket, és a kivitelezést is megcsinálhattuk mi magunk a saját utcáinkon. Az Aknász utcában elkészült 3 fekvőrendőr, és a Szigetcsép utcában pedig 5. Én azt látom az eltelt 3-4 hónap alatt, hogy megszűnt az átmenő forgalom a Szigetcsép utcában, 8 centi magas fekvőrendőröket épített a kivitelező, ez már olyan mértékű forgalom lassú,
azonosítást, fékezést, visszaváltást igényel, hogy aki csak átszáguldozott korábban a területen, ez lehetett 50 vagy csak 60 is száguldozás szempontjából, ez ott is veszélyes volt, mert 30 kilométeres volt ott a megengedett sebességhatár, most is, de ez a fekvőrendőr, ez az 5 fekvőrendőr a Szigetcsépen ezt be is tartja, úgyhogy én azt látom, hogy tényleg azok használják most a Szárazhegyet, meg a Szigetcsépet, és ott a környéken lévő található utcákat, akiknek a célja az, hogy hazamenjen, onnit elmenjen dolgozni, az átmenő forgalom megszűnt. És még mindig utat, csak ezúttal nem autós, hanem gyalogos utak, járdák, és ha jól tudom, akkor ebbe is kikérte a lakosok véleményét, hogy melyek lennének azok a részek, utcák, ahol javításra szorulnának a járdák, mik voltak a befutók? Közel 20 éve vagyok képviselő, és valóban egy 3 éve már azt a módszert követem, hogy a lakók segítségét kérem, hogy ők mondják meg, hogy hol van még olyan járda, ami veszélyes, botlásveszélyes, vagy nagyon rossz állapotú, mert én már lehet, hogy nem vettem észre, nem járok azokban az utcákban gyalogosan. A Görömbölyi utcából jött több megkeresés, úgyhogy most a Görömbölyi utcától elindultunk a Sáránd utcától fölfelé, majdnem a Borzavár utcáig meg is tudtuk építeni a járdát, ez közel 500 folyómétert jelent, ha jól megy, akkor idén, 2024-ben megyünk tovább, és egyszer elérünk majd mondjuk a Zsigmond utcáig, és apró beavatkozások voltak még olyan helyen, ahol a lakók ezt kérték, Nyomdok utcában egy pár méter, Nyomdász utcában, Pásztorfalva utcában készült, Zrínyi utcától egész lentről fölfelé egy 10-15 méter, tehát ott már tényleg olyan helyeken, ahol a lakók azt látták, hogy hiányzik egy szakasz, egy építkezés miatt tönkrement, egy csőtörés miatt évekkel ezelőtt megsemmisült. A nagy lélegzetvételű most a Görömbölyi utca volt, Sárántól fölfelé. Nézzük akkor az intézményeket. 2023 egyik szomorú híre volt, hogy több kisposta is bezárt kerület szerte. Polgármester úr azonban a tettek mezejére lépett, és postapartneri pontok megnyitását kezdeményezte, amelyből az egyik az ön kerület részében nyílt meg. Hol pontosan? Igen, a Sáránd utcai, Sáránd utca Rákoskert-Csugár út találkozásán a Coop ABC-be sikerült elvinnünk a postapontot. Az előzményeket azt kell tudni, hogy 2006-ban, 2007-ben kerestek meg először a postán dolgozók, meg a postára járók, a régi postán dolgozók és a régi postára járók, hogy hát Zoltán, milyen jó lenne, hogyha lenne egy szemetes, milyen jó lenne, ha lenne egy pad, milyen jó lenne, ha lenne parkoló. Sok-sok mindent építettünk, és polgármester úrnál ezzel lobbiztam, hogy sok-sok mindent építettünk mi ott a postának, a posta környékén, a Toldi Miklós és Lilleorgona utca sarkán, és egyszer csak azt mondták, hogy vége. Az, amit oda beépítettünk, az részben ott maradt. Hát mondom, Tamás, nagyon sokan használták ezt a postát, tényleg idősek, nyugdíjasok leginkább, próbáljunk valamit ezügyben csinálni, és azt kérte Tamás, hogy szerezzek olyan vállalkozót, találjak olyan vállalkozót, aki vállalná, hogy a saját működő üzletében, üzletrészében, fodrászatában, ABC-ben, kozmetikájában ezt felvállalná. Három vállalkozóval egyeztettem, és szerencsére itt a Rózsa ABC tulajdonosai jelezték, hogy bevállalják ezt a plusz tevékenységet, plusz embert kell hozzá felvenniük, és aztán így tudtak egy háromoldalú megállapodást kötni, az ABC, az önkormányzat részéről polgármester úr írt alá, és a posta részéről is aláírta a vezető, úgyhogy azt, amit a régi kispostán a helyiek megszoktak, mint szolgáltatás, az itt mind elérhető. Én azt látom már, feleségemtől, édesanyámtól hallva, hogy már van, mikor várni is kell egy pár percet, egyre többen használják a kispostát. A másik helyszínű pedig a Kossuth iskola, aminek ugye a tornaterme újult meg, hogyan és milyen formában, illetve ez milyen támogatásból valósulhatott meg? Kossuth iskola egy szerencsés helyzetben van, mert egy nagyon jó vezetője van, nagyon jó tanári gárda tanít az iskolában, és Dunai Mónika országgyűlési képviselő, mint pedagógus, kedveli ezt az iskolát. Nekem nagyon sokszor van könnyű szerepem, vagy vagyok könnyű helyzetben, hogy el tudom csábítani Mónikát, hogy jöjjön el egy aradi vértanúk megemlékezésre, jöjjön egy évnyitóra, évzáróra az iskolába, és hát ő is látta azt, hogy a tornateremben valóban most már fejlesztésre nagyon nagy szükség lenne, úgyhogy igazából Dunai Mónika segítségét kértem, és az ő támogatását kellett azt mondani, hogy megköszönjem. Ő talált szövetséget, sportági szövetséget, kézilabda szövetséget, kormányzati forrást arra, és tankerületi
forrást arra, hogy a tornatermünk megújuljon. Több mint 300 milliót költöttek a tornateremre. Megújult külső-belső fala, világítása, hőszigetelése, nyílászárókat kicserélték, és itt aztán nem is álltunk meg, mert az első ütemben elkészült ez a fejlesztés, amit aztán nagyon boldogan adtunk át egy családi nap keretében az iskolában, Csébi András úr jelenlétében, az igazgató jelenlétében, viszont ott András rögtön elmondta Mónikának, hogy hát Mónika, kihasználva, hogy itt vagy, még a padlót szeretnénk, még az öltözőt, még a mosdót, úgyhogy most is megy a munka, tavaly elkezdődött már évvégén a munka, remélem, hogy idén egy-két héten belül, talán egy hónapon belül azt is átadhatjuk, és akkor azt mondjuk, hogy az iskolának a tornaterem és a hozzá csatlakozó sok-sok minden, öltözők, szertár, minden megújult. A körzet a legnépszerűbb, közösségi helyszíne mellett sem mehetünk el, Vidadombi játszótér. Ha 2023-ban nem is valósult meg nagyobb volumenű beruházás a helyszínen, de mégis milyen fejlesztéseket tudnak kiemelni, amelyeket meg tudtak valósítani 2023-ban a helyszínen? A Vidadomb egy olyan terület a körzetemben, ahol sajnos rendszeresen pénzt kell költenünk, a karbantartásra, az állagmegóvásra, illetve a rongálások kijavítása mindig pénzbe kerül. Sajnos divat lett nem csak Rákoskerten, hanem a kerületben, az országban, a fővárosban, hogy fiatalok néha így mutatják meg egymásnak az erejüket, hogy felborítják a vécét, letörik a hintát, felszedik a burkolatot. Úgyhogy sokat költöttünk a karbantartásra, a játszótér elmondható, hogy szerencsére soha nem volt balesetveszélyes. Kötélpályát rendszeresen újítgatni kell, de ugye egy új fejlesztés is mondhassak, a kicsik játszóterén kerestek meg a szülők azzal, hogy a hinta évek óta szerették, meg szép volt, meg jó volt, de mindig csak egy gyerkőc tudott rajta hintázni, hogy szeretnének egy olyat, hogy két gyermek tudjon egymás mellett hintázni, és legyen nekik ez egy lehetőség, új homokozót szeretnének, új játszóeszközt szeretnének, egy kis mozdonyra esett aztán a választás. Úgyhogy végülis a kicsik játszóterét tudtuk 2023-ban rendbe tenni. Sok tervem meg álmom van még itt ezzel a játszótérrel kapcsolatban. Remélem 24-ben ebből egy részét meg tudjuk valósítani, aztán majd meglátjuk, mit hoz a jövő. Két emlékezetes eseményt is szeretnék felidézni 2023-ban, nem fogok nagy meglepetést okozni, Rákoskert napjára, júniusban ismételten sor került, ráadásul visszatért a régi új helyszínére, hova pontosan? A platánfasorra, amit ugye rákoskertiek megszoktunk, mert igazából a Rákoskert napjához hozzátartozik a platánfasor. Valóban sikerült 23-ban ide visszavinni, sokkal nagyobb lélegzetvételű rendezvényt tudtunk itt tartani, mint korábban. Egy év volt, amikor a műfáznak az udvarára, kertjébe kellett vinnünk ezt a rendezvényt. Ennek a lehetőségnek azért tudtunk megfelelni, hogy a platánfasorra visszavegyünk, mert polgármester úr 2023-ban megemelte a képviselői keretet, évekkel lassan mondhatjuk, egy évtizeden át 10 millió volt ez az éves keret, és polgármester úr tavaly ezt megemelte 11 millióra, Stimmel Ede képviselőtársammal abban maradtunk, hogyha sikerül ezt elérni, elértük, hogy legyen plusz egy milliónk, akkor ezt betoljuk, betesszük, beforgatjuk a Rákoskert napjába, és így már a rendezvényre akkora támogatást tudtunk adni, hogy a művelődési ház megtudta a forgalomtechnikát, az útlezárásokat, mindent finanszírozni, ezeket meg kell terveztetni, ez ilyen milliós tétel különben, hogy az udvarról levigyük a platánfasorra, de ennek a plusz egy milliónak köszönhetően tavaly már oda tudtuk vinni. Én remélem, hogy a képviselők a költségvetést úgy fogják elfogadni, hogy nem vesszük vissza ennek a képviselői keretnek a nagyságát, marad ez a minimum 11 millió, és akkor idén 2024-ben is a platánfasoron lesz a Rákoskert napja. A másik ilyen esemény pedig a hagyományos nagy nyárzáró gasztronómiai fesztiváljuk, a Horváth Előd Lecsófőző Fesztivál volt, amelyre a tavalyi esztendőben is rengeteg csapat jelezte a részvételi szándékát. És ők el is jöttek, 26 csapat ott is volt, én mind a 26-nak megkóstolhattam a lecsóját, hiszen a zsűriben ültem, ugyan tavaly a profi kategóriában ültem, ott talán 12-13-an indultak, de a másik asztalról is mindig bele-bele kóstoltam a úgymond haladó vagy amatőr csapatok által elkészített lecsóba. Hát valóban öcsi bácsi büszke lehet magára, és büszke lehet Rákoskertre, hogy az ő általa megálmodott, 10 éve megálmodott rendezvény halála után is tovább él és folytatódik. Nagy köszönet a Rákoskerti Lemaradás Sport és Turisztikai Egyesületnek, Földi Jánosnak, elnök úrnak, akik vállalják ezt a rendezvényt. Nem kis feladat, hiszen 26 csapat, 26 sátor, 50-60 asztal, 100-nál több pad,
állandó fellépőket, meghívottakat hívnak, mindig lehet mézet venni, mindig van egy kis tombola, mindig van egy kis műsor, büfé volt most már idén, és hát valóban, ha bármi kritikát, észrevételt hallanak a szervezők, vagy akár én, ha összeülünk a Jánossal, a Lemaradás Sport és Turisztika Egyesülettel, ezeket mindig beépítik, és a következő évi rendezvény már mindig jobb lesz. Úgyhogy nekem Jánosék azt mondták, hogy 24-re is készülnek, szeretnék megszervezni ezt a fesztivált 24-ben is, nem csak a Művház udvarán, nem csak mellette a parkolóban, hanem az Erzsébet körúton is, akár ha kell a Videdombig lezárjuk az utcát, és ki tud oda települni minden csapat, úgyhogy akinek van kedve főzni, finom lecsókat megkóstolni, az jöjjön, 24-ben is lesz Lecsó Fesztivál Rákoskertem. Tervek tehát vannak bőséggel, viszont ezek voltak 2023 legfontosabb fejlesztése és eseményei Rákoskerten. Egy későbbi másik beszélgetésben fogjuk majd az 5 év legjelentősebb munkáit felidézni. Ezt a beszélgetést azonban én azzal szeretném zárni, hogy bár sejtem, mi lesz a válasza, de mennyire volt összességében elégedett Rákoskert 2023-as esztendejével? Jó képviselő soha nem lehet elégedett, ugye mindig van olyan feladat, amire nem maradt forrás, erő, idő megvalósítani. Én azt gondolom, hogy Rákoskert 2023-ban is tudott előrelépni, nem jött itt szóba, de azért megnyílt, elkezdett működni a Rákoskert református templom, a Makovec templom, ami nagyon fontos, egy nagyon jó lelkész asszonyt kapott Rákoskert, Antal Marian nevét meg kell említenem. Ő, amikor találkoztam vele az első napokban, azt mondta, hogy 100 fős tábort, nyájat szeretne összerakni év végére, 2023 végére 98 fős volt a nyáj, megalakult a presbitérium. Mindig vannak olyan utcák, aminek az aszfaltozására már nem maradt lehetőség, mindig van olyan fejlesztés a Vidadombon, ami az adott évben nem fér bele. Tehát ilyen szempontból mondhatom, hogy szeretek Rákoskerten élni, szerintem aki Rákoskerten él, lakik, ő elégedett a lakóhelyével, de mindig vannak olyan fejleszteni való újdonságok, amiket a következő évben meg kell csinálnunk. Én pedig szeretnék gratulálni a 2023-ban elért eredményekhez, és legalább ilyen sikerességet, vagy még több sikert kívánok Rákoskertnek 2024-re. Köszönöm szépen. Önöknek pedig a figyelmüket köszönöm, meg tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!